A politikai felszólalásokon, a tevékenységi beszámolókon és a fejlesztési tervek ismertetésén túl az RMDSZ kongresszusán egy olyan diplomáciai bravúrnak is szemtanúi lehettek a résztvevők, amelyre kevesen figyeltek fel. A nagyobbik kormánypártok vezetőinek jelenléte, illetve román ajkú politikusok magyar nyelvű felszólalása is rendhagyónak nevezhető. Az RMDSZ kongresszusának a helyszíne Temesvár már eleve jelzés értékű. Egyrészt a szórvány, a bánsági magyarságnak üzenet, hogy rájuk is figyel a szövetség, másrészt pedig innen robbant ki a forradalom is. Ezt egyébként Temesvár polgármestere is kiemelte felszólalásában, amelyet üdvözölendő, hogy magyar nyelven kezdte. Üdvözlöm Önöket Temesváron, Európa kulturális fővárosában. Ez korábban elképzelhetetlen volt, vélte Antal Lóránt RMDSZ-es szenátor. Ez a szövetség és egyben a magyar közösség megítélését tükrözi, mondta. Ha megnézzük az elmúlt, mit tudom én, 10 esztendőt, akkor már szinte mindenik román pártnak az elnöke úgy jött ide, hogy egy mondatot, egy szót, két mondatot magyarul megfogalmazott, ezen keresztül is felvállalva azt, hogy igenis egy fontos kisebbség vagyunk Romániában, számolnak velünk, és a nyelvünkből kiragadva egy-két mondatot, szót, ezen keresztül is a tiszteletüket mutatják irányunkba. De még ennél is fontosabb, hogy az RMDSZ kongresszus mindkét nagyobbik kormánypárt vezetője személyesen részt vett. Ez nem történt meg sem a PSZD, sem pedig a PNL kongresszusán. Egyik koalíciós partner mindkét esetben hiányzott a rendezvényről. Ez a szövetség stabilizáló szerepét mutatja, véli Csoma Botond. Az RMDSZ-nek szerintem egy nagyon komoly stabilizáló szerepe van ebben a koalícióban. Ha azt nézzük, hogy matematikailag, és ez igaz, matematikailag ebben az új koalícióban a Nemzeti Liberális Párt, a Szociáldemokrata Párt és az RMDSZ-ből álló koalícióban matematikai szempontból nem volt szükség az RMDSZ-re, akkor azt mondom, hogy a stabilitás szempontjából igenis szükség volt az RMDSZ-re. És ezt elismeri a miniszterelnök is, a Nemzeti Liberális Párt elnöke, és elismeri Marcel Ciolacu is, aki a Szociáldemokrata Párt elnöke. Szerintem ezt biztosan kijelenthetjük, ezt a dolgot, itt nincs vita. Marcel Ciolacu egyébként ki is jelentette, hogy az RMDSZ-re továbbra is koalíciós partnerként tekintenek, majd meg is dicsérte a szövetség minisztereit, különösen Cseke Attilát, akit meg is tapsoltatott a közönséggel. Cseke, nu sunt aplauzele mele, sunt ale tele, te rog.